A Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Lázár él. Jó reggel, Simon! Hogy van a kis Sára? Gyenge, de a kedve jó, mint mindig. A feleségem küldött friss gyümölcslevet. Remélem, ízlik majd a kislánynak. Köszönöm szépen. Köszönjük, Dániel. Jól vagy, kicsim? Elég jól. Nagyon sajnálom, Sára. Sajnálom, hogy így kell élned. Nekem nem baj, papa. Csak te itt légy velem. Akkor nem bánok semmit. Mindig itt leszek. Mindig. Jó, akkor én is. Tavaly vesztettem el a férjemet, és ma is. Gyász nekem az élet. Segíts, Jézus! Adj békét! Íme a béke! Közel már az óra, amikor a halottak meghallják az Isten fia szavát, és élni fognak. A férjem újra élni fog? Bizony mondom, mind akik a sírban vannak, előjönnek. Akik jót tettek azért, hogy feltámadjanak az életre. Akik gonoszat tettek azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra. Sokára készül el? Kész. Nagyon szép. Sára szépet érdemel. Vérzik a szívem, ha arra gondolok, mit él ott át. Szomorú. Majdnem egy éve, hogy ő és Simon... Az utolsó csupor. Jól fognak lakni. Kérlek, Márta, gyere most te is velünk. Nem lehet. Egy halom piszkos edény vár a konyhában. A legjobb részt hagyod ki. Sosem látod, hogy hogy örülnek mindennek. Vagy nagyon zavar a látvány, mármint a leprásoké. Nem, dehogy. Csak hát nem szeretek arra hazajönni, hogy toronyban áll a mosatlan. Ez minden. Akkor találkozunk, ha megjöttünk. Ahó! Ahó! Ó, jó reggelt, Lázár! Neked is, Mária! Jó reggelt, Jordán! Miót hoztatok ma? Kenyér, sült hús, méz és vaj! Kötésnek való tiszta vászon, orvosság és levelek otthonról. Nem látom Simont. A barátod, ugye? A legjobb barátom. Közös birtokunk volt. Egy kis szőlőskert. Aztán egy reggel ő és Sára arra ébredt, hogy a testüket sebek lepték el. Oh, én nem látom Sárát sem. Biztos ma tovább alszanak. Leereszthetem. Jöhet! Jöhet! Óvatos! Óvatos! Adogast! Adjad! Tessék, Simon! Sáráé! Ez már az a jel. Mit csináltok a sok-sok levéllel? Kézbesítjük.
mit írtak? Barátaim, jók vagytok hozzánk, de szomorúan tudatom, hogy az én kis Sárám hajnalban meghalt. Rajta kívül itt nem volt gyermek. Adjátok a babát egy kislánynak. Sára is ezt kérné. Ne! Ne! Várj, Mária! Miért Sára? Miért? Miért pont ő? Lehet, hogy jobb így neki. Hisz még kisgyerek volt. Úgy félek a haláltól. Félek tőle. Megmásíthatatlan. Félek tőle, Lázár, nagyon. Én is félek, Mária. Sára! 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 Biztos, hogy nem akarsz velem jönni? Mária, egyszer fel kell hagynod a gyászolással. Ez nem hozza vissza. Tudom. Semmi sem hozza vissza. Örökre elment. Gyere velem! Jobban leszel, ha segítesz szétvinni a leveleket. Majd meglátod. Nem lehet. Nem tudok. Próbáld elterelni a gondolatait. Oh, köszönöm szépen, fiam. Vigaszt nyújt, ha levelet kapok Dánieltől. Te egy angyal vagy. Szeretnél meggyógyulni? Igen, uram. Legyen hát a hited szerint. Köszönöm, Jézus! Köszönöm! Beszélnem kell Simonnal. Hogyan? Ne menj, Lázár, megfertőz és meghalsz. Jézus meggyógyítja. Azt nem tudhatod. De igen, tudom. Ha láttad volna, amit én, te is tudnád. Ez jó lesz. Lázár, ne menj, kérlek. Én kérlek a húgod. De tudom, hogy Jézus meg fogja gyógyítani. Még soha nem voltam ennyire eltökélt. Bízzatok bennem. Jordán! Jordán, kelj fel! Mi? Mit csinálsz? Engedj le! Neked elment az eszed. Gyorsan! Magyarázkodásra most nincs idő! Jézus elhagyta Jeruzsálemet! Ki? Jézus! És egyre távolodik! De Lázár, te... Kérlek, Jordán! Engedd csak le! Simon! Betániai Simon keresem. Hol van Betániai Simon? Simon! 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 Itt vagy bent? Én vagyok az, Lázár! Simon, miért jöttél ide? Találtam valakit, aki meg tud gyógyítani. Nem lehet meggyógyítani. De, csak gyere velem. Nem tudok járni. A lábam. Kérlek, Jézus, segíts rajta! Ő a barátom. Nem lehet senkiben sem nagyobb szeretet annál,
mint akinek drágább a barátja élete a magáénál. Azt akarom, hogy tisztulj meg. Mester, nagyon szeretnénk, ha eljönnél hozzánk ebédre, és ott szállnál meg, ha így jó neked. Bármilyen hideg van, a téltől sose fél, jön újabb nap, és az évre év, nincs halál, csak álom. Sír könnyeket, a megváltott nem veszti életét. Már menned kell? Igen. De lehet, hogy máskor is eljövök hozzátok. Mindig várni fogunk. Fehér vagyos hóban, rózsakuporú. Lázár szomorú lesz, hogy nem találkozott veled. Jeruzsálembe ment Simonnal. Készítek valami harapnivalót. Ugyan, hagyd, Márta. Maradj, beszélgess velünk. Ó, hát az nem lehet. Vendég vagy. Mesélj, Mária. Hogy vagy mostanában? Még mindig gyászolod a kis Sárát? Igen, mester. Felhagynék vele, de nem tudok. Bár ilyen nyugodtan tudnék ott ülni. Mária miért nem dolgozik? A tanításod ellenére olyan véglegesnek látom a halált. Olyan borzalmasnak. Mindig gondolj arra, amit mondtam. Ne féljetek, mert győzelmet fogok aratni a síron. Folytasd, mester! Uram! Nem törődsz vele, hogy egyedül szolgállak ki, a húgom meg csak ül és hallgat téged? Márta, tudom, hogy legfőbb gondod, hogy engem kiszolgálj, és hogy jól érezzem magam. Pedig most csak egy a szükséges, amit Mária választott. Bátorság. Hatalmam van az ember összes nagy félelmén, a halálon is. Mester, ez hogy lehet? Nem sokára eljön az idő, ha hisztek, hogy meglátjátok Isten dicsőségét. Isten dicsőségét? Ez mit jelent? Ha igyekszünk, estére otthon leszünk. Igen, az jó lenne. Lázár! Nagyon sápadt vagy. Igen, kicsit szédülök. Akkor keressünk szállást. Nem, menjünk haza. Semmi bajom.
Nem, barátom. Várj itt, keresek egy fogadót. Nem messze láttam is egy... Lázár! Ó, Lázár! Lázár! Mióta van ilyen rosszul? 2 napja. Jeruzsálemben járvány tombolt. Az orvos szerint... Igen. Folytasd! Nem sok lehet már hátra. Ó! Jaj, nekem! Kerítsd elő Jézust! Hol lehet? Nem tudom, de menj már és keresd meg! Mária... Márta... Igen, Lázár. Itt vagyunk. Nem akarok meghalni. Nem is halsz meg. Simon elment Jézusért. Élni fogsz. Jól mondtad, Mária. Nagyon ijesztő. A halál közelsége. Ne beszélj így, Lázár. Élni fogsz. Élned kell. Názáreti Jézus! Igaz, hogy mondtál olyat, hogy te vagy a régóta várt? Az Isten fia? Látod? Nem is próbálja tagadni, nem is próbálja! Az ég áldjon meg! Ha nem igaz, akkor tagad bátran! Mert ez káromlás! Bizonyítsa be! Mutasson égi jelet, ami bebizonyítja, hogy Isten fia, és mi hiszünk neki. A gonosz, házasságtörő nemzedék az, amelyik jelt kíván. De csak egyetlen jelet kap ez a nemzedék. Mégpedig Jónás jelét. Jónásét, akit elnyelt a cethal? Ami Jónással történt, az történik majd velem is. Amint Jónás 3 napig volt a hal gyomrában, aztán meg kiszabadult, úgy leszek én is a föld szívében. De a 3. napon én ugyanúgy feltámadok. Hol lehet? Hol van Jézus? Ne hagyd, hogy Lázár meghaljon. Ha a testvérem meghal, hadd halljak meg én is. Lázár! Ne! Jaj, Lázár! Lázár! Mester! Nem értjük azt, amit magadról és Jónásról mondtál. Barátaim, mennyi ideje vagyok már veletek, és még most sem értitek? Elmondom érthetőbben. Közel már a nap, mikor elmegyek Jeruzsálembe. Ott elárulnak és a gonoszok kezére adnak. Azután átadnak a pogányoknak. Kigúnyolnak, ostoroznak, és keresztre feszítenek. De aztán, a 3. napon, fel fogok támadni. Nem, mester. Ilyesmi nem történhet veled. Soha. Ó, Péter, nem tudod, hogy mit beszélsz. Ha ez nem történik meg, akkor minden elveszett. Jézus! Lázár haldoklik! Velem kell jönnöd! Meg kell mentened őt! Menj! Üzenem, hogy jövök. Mester, ha igaz, amit mondasz, nem mehetsz Lázárhoz. Ott van Jeruzsálem. Olyan közel az ellenségeidhez. Már is indulok, Péter. Lázár már meg is halt. Nagyon sajnálom, mester. Tudom, mennyire szeretted, és hogy megmenthetted volna. Miattatok... Örülök, hogy nem voltam ott. Mert amit láttok majd, segít, hogy megértsétek és elhiggyétek azt, amit mondtam. Ah!
Mária! Jézus, ide jön! Már késő. Lázár meghalt 4 nappal ezelőtt. Hogyan? Itt lettél volna, Lázár nem halt volna meg. A testvéred fel fog támadni. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia. Küld ide Máriát. Mária! Mester, miért? Miért? Most is élne, ha itt lettél volna. Miért kellett meghalnia? Hova temettétek? Engerítsétek el a követ. Ne, uram! Hiszen már 4 napja halott. A teste már kezd oszlani. Ugye azt mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Lázár, jöjj ki! Oldjátok fel, hogy járni tudjon. Lázár, barátom. Azért tettem, hogy elhiggyétek, hatalmam van a halál felett. Széles Tamás, Balsai Mónika, Konrád Antal, Agócs Judit, Kossuth Gábor, Varga Rókus, Bolla Róbert, Katona Zoltán, Ponti Molnár Gábor. A dalokat előadta Magyar Bálint és Márkus Luca. Magyar szöveg Csizmás Kata, dalszöveg Hanák János, hangmérnök Illés Gergely, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kablai Luca. Zenei rendező Márkus Luca. Szinkron rendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film.